komolyabb a gond, pusztulnak a méhek Békés megyében is. Új CT-t adtak át Orosházán, 180 millió forintból szerezték be a készüléket. Egyetemi város lesz Orosháza, átminősítették a Kodolányi Főiskolát. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Időközi választás lesz vasárnap Békés Csabán. Herceg Tamás korábbi önkormányzati képviselő az országgyűlésben folytatja munkáját. A megüresedett posztra két jelölt pályázik. Palánc György iskolaigazgatót a Fidesz támogatja, Körömi János mentálhigiénész szakember független jelöltként, de az ellenzék támogatásával indult. Mindketten több utcafórumot is tartottak az utóbbi napokban, hogy tájékozódjanak a választókörzetben élők problémáiról. A szavazókörök vasárnap reggel 6 órától este 7 óráig lesznek nyitva, összesen 4178 fő járulhat majd az urnák elé. A szavazásra jogosultságot érvényes személyigazolvány, vagy jogosítvány, vagy útlevél és a lakcímkártya bemutatásával kell igazolni. A választás eredménye a részvételi aránytól függetlenül érvényes lesz. A szavazólapon két jelölt neve lesz található. A sorsolás sorrendjében Körömi János független képviselő, illetőleg Palánc György a Fidesz és a KDNP-nek a közös jelöltje. Érvényesen, mint ahogy ezt korábban is megszokhatták, az egyik körbe tett X vagy kereszt jellel lehet, és mindezt tollal lehet érvényesen megtenni. A 100.000. ügyfelet köszöntötték a szarvasi kormányablakban szerdán. Az eseményen a Békés megyei kormány megbízott azt mondta, hogy nagy siker a kormányablakok kialakításának rendszere. Egyúttal arról tájékoztatott, hogy következő lépésként csökkentenék az ügyszámokat, ezzel is egyszerűsítve az állampolgárok dolgát. Köteles Józsefné személyigazolványcsere miatt érkezett a szarvasi kormányablakba, majd kiderült, ő a hivatal 100.000. Látogatója. A 72 éves asszonynak virággal és csokoládéval kedveskedtek. Nagyon elégedett vagyok, nagyon aranyosak a lányok, úgyhogy nagyon ügyfélbarát tényleg. A Békés megyei kormány megbízott szerint nagy siker a kormányablakok kialakításának rendszere, amelyekben az állampolgárok már több mint 2000 ügyet intézhetnek el. Az a kormányzati vállalás, hogy közel vigyük az emberekhez, ez teljesüljön, ezért még két kormányablakot fogunk nyitni évvégén, illetve jövő év elején. Az egyiket Békés Csabán a vasútállomáson, egy 8 munkálásos, tehát ekkora, amit van Szarvason, amely az ügyfeleket ki tudja szolgálni, és a másik pedig Mezőhegyes. Az egyedi lesz egyébként, olyan még nincs. A novum az, hogy nem csak kormányablakként fog funkcionálni Mezőhegyesen ez a kormányablak, hanem egy integrált hatósági agrárigazgatási központként is. A kormány megbízott hozzátette, a fő kormányzati cél a következő időszakban az ügyszámok csökkentése, annak érdekében, hogy az állampolgároknak kevesebb időbe, energiába és pénzbe kerüljön az ügyintézés. Következő céljuk az elektronikus közigazgatás kialakítása, amely lehetővé teszi majd az ügyek otthonról való intézését. Felújítják és kibővítik Békés Csaba egyik legrégebben működő pizzériáját. A térség országgyűlési képviselője szerint az önerőből megvalósuló mintegy 200 millió forintos beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a Hunyadi tér teljesen megújulhasson. A beruházás alapkőletételén Dajcs Tamás Európa Parlamenti képviselő elmondta, örül, hogy megújul és bővül egy olyan hely, amely a közösség számára is fontos. Törődnek az emberekkel, szeretettel fogadják őket, mindent megtesznek annak érdekében, hogy kellemesen érezzék itt magukat, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jó vendéglátásnak köszönhetően úgy távozzanak innen a vendéglőből, vagy úgy távozzanak Békés Csabáról, hogy ide mindenféleképpen vissza kell jönni. A közel 200 millió forintos fejlesztés segítségével korszerű konyha technológiát építenek be, a vendégteret bővítik, az épület pedig kívül és belül új megjelenést kap. A városnak ez egy fontos színtere, én úgy gondolom. Egy olyan családi vállalkozásról beszélünk, amely most egy jelentős fejlesztést indít el a Hunyadi téren, ahol ugye a belváros rehabilitáció 3-as üteme zajlik Európai Uniós forrásból, és magán forrásból pedig egy vendéglátóipari hely bővíti a kapacitását.
Az épületet a Hunyadi tér felé bővítik. Az étterem hasznos alapterülete több mint kétszeresére nő. Július vége, augusztus elején mindenféleképpen elkezdődnek a beruházás. Aztán, hogy meddig fog tartani, hát itt elejében úgy gondoltuk, hogy decemberig, én bízok benne, hogy szeptember-októberig azért össze tudjuk szerkezet készre tenni, és aztán a továbbiakban meg hát akár január, február, márciusig is biztos a belső munkálatok folynak majd. A vendéglátóhely a felújítás alatt sem zár be teljesen, az ételek nagy részét elvitelre biztosítják. Egyre több Békés megyei méhészetből érkezik jelentés méhpusztulásról. A probléma a magyar méhészek mintegy 10-20%-át érinti, az okok azonban egyelőre ismeretlenek. A jelenség hátterének tudósítónk Horváth Szabolcs igyekezett utána járni az egyik Békés megyei méhészetben. A méhészetek életében ezelőtt komoly problémát jelentett a varroatka megjelenése, utána pedig az extrém téli időjárás. Ott is méhpusztulás volt, és a méhészeknek ismételten egy komoly gonddal, megint csak méhpusztulással kell megküzdeni. Hogy mi okozza, ezt sajnos egyelőre nem tudják. Szlávik orvos Máriát kérdezem, a Szlávik méhészet tulajdonosát, méhészt, hogy Békés megyében egyelőre mit mutatnak az adatok? Tehát itt is ilyen szintű méhpusztulás jellemző azért a méhcsaládoknál, az itteni méhészetekben? Sajnos Békés megyét se került el ez a fajta jelenség. Igen, nagyon sok méhészetbe jelezték a kisebb, illetve nagyobb fokú méhpusztulásokat. Igazándiból nem tudjuk meghatározni, hogy mi okozza. Sok minden közrejátszott, időjárás, növényvédőszerek, csávázószerek, együttes hatása a méhek egészségére. Egyedül azt lehetne igazándiból elmondani a méhészeknek, hogy igenis akármilyen kisfokú vagy nagyfokú méhpusztulást észlelnek, jelezzék az állategészségügynek, méhegészségügyi felelősöknek, szaktanácsadóknak, hogy minél több lehetőség legyen mintavételre, és minél több olyan vizsgálati anyag legyen, amiből esetleg bármilyen következtetést le lehet vonni. Ebben a szakaszban, ebben a stádiumban, amiben most vagyunk, és most vannak a méhcsaládok, ilyenkor már nem lehet ilyeneket tenni, akár egy immunerősítést, vagy hasonlót, vagy hát ezzel már el vannak késve ilyenkor a méhészek? Hát igen, ebben szerintem már el vannak késve a méhészek, ugyanis ugye a akác után eléggé hosszadalmas időszak volt, legalábbis itt a környezetünkben a hordástalan idő, tehát nem mézelt az olajretek, nem mézelt igazándiból a mustár, nem volt méhlegelője a méheknek. Ami ugye az elfáradásukhoz, az elkopásukhoz nagyban hozzásegített, akkor jött a rossz időjárás a napraforgón, ami ugye megint az esőzések, a nagy lehűlések, a hajnali 6-7 fokok nem tettek jót az állománynak. Anyák leálltak a petézésben, nincs az a fajta utánpótlása a méhek tömegének, ami kellene. És akkor még ugye rájöttek a mérgezések, ami ugye szinte méhészeteket tettek tönkre és pusztítottak el. Ezeket már igazándiból mostani gyors vitaminkúrákkal, meg ilyesfajta segítséggel igazándiból nem lehet. Arra lehet esetleg törekedni, és szerintem minden méhész erre is törekszik, hogy a megmentett állományát, amit sikerült megmenteni, azt most mint egy pici babát pátyolgatja, etetgeti és imádkozik. És akkor még így a végén megnéznénk egy, hogyha jól tudom, egészséges állományt, hogy ők hogyan is festenek ilyenkor a kaptárban. Hát az az igazság, hogy minket szerencsére elkerült jelen pillanatig ez a fajta méhpusztulásos jelenség, és ezért csak hálásak lehetünk, hogy mind a három telephelyünkön megúsztuk ezt a fajta mérgezést. Zárszóként akkor talán még annyit, hogy milyen idényre számítanak. Ön elmondta, hogy azért komoly problémák voltak, és ilyenkor messze menő következtetéseket azért még nem lehet levonni. Hát de mégis, mi az, ami vár a méhészetekre, a méhészekre? Hát az egész szezont, ha összegezzük, igazándiból nekünk még a napraforgó egy része kaptárban van, tehát fiókokban van. Annyit el tudok mondani, hogy ugye az akác az éves átlagos évekhez viszonyított maximum felét, 50%-át hozta az idei évben is. Minőségre szerintem megközelíti a tavalyi év minőségét.
Utána igazándiból semmit nem tudtunk pergetni, tehát a következő pergetés, ami majd most jön, ez a napraforgó. Ennek én azt mondom, hogy az egyharmada az eddig szokásos mézmennyiségnek. Nagyon szépen köszönjük. Tehát mint ahogyan hallottuk, ugye a méhpusztulás mellett más komoly problémák is jelentkeznek a méhészetekben, de reméljük a legjobbakat, és elsősorban azt, hogy kiderül, hogy mi okozza ezt a nagymértékű méhpusztulást. A méhek egészségügyi problémái után pedig az orosházi kórház legújabb fejlesztésével folytatjuk. Új CT-t adtak át orosházán. A berendezés rövidebb ideig tartó, ezzel kisebb sugárterheléssel járó, valamint jobb minőségű vizsgálatok elvégzésére alkalmas. A korábbi eszközt egy magáncég bevonásával használták, az új gép viszont már a kórház saját tulajdona. Amint egy 180 millió forintos komputertomográfot hazai forrásból szerezték be. Az egészségügyi intézmény főigazgatója elmondta, hogy a beruházás jól illeszkedik azoknak a fejlesztéseknek a sorába, amellyel a betegellátás színvonalát és biztonságát igyekeznek növelni orosházán. Egy jobb minőségű, részletesebb képet tud mutatni, és olyan modulok vannak ebben a CT-ben, amelyen egyéb, például egy virtuális CT-kolonoszkópia, tehát egyéb vizsgálatokat is meg tudunk csinálni, akár szűrésként. Augusztus 1-től egyetemként működik tovább az orosházi székhelyű Kodolányi János Főiskola, jelentette be a felsőoktatási intézmény rektora szerdán. Az egyetem egyúttal idegen nyelvű oktatási programot és új kutatóintézeteket is létrehozott. Az átminősítéstől a szakemberek többek közt azt várják, hogy a versenyképes oktatás mellett helyben tudják tartani a fiatalokat. A fennállásának 25. évfordulóját idén ünneplő intézményben már 5 éve dolgoznak azon, hogy főiskolából egyetem válhasson. Ehhez több feltételnek is meg kellett felelni. Itt Orosházán létrehoztunk egy társadalomtudató kutatóintézetet, illetve egy élelmiszer gasztronómiai biztonsággal foglalkozó kutatóintézetet. Ezek projektintézetek, amiket tartalommal nyilván a kollégáknak kell majd megtölteni. Nem véletlenül Orosházán hoztuk ezeket létre. A tanárképzőközpontunk Székesfehérváron van, és Budapesten kommunikációval, gazdaságtudománnyal kapcsolatos intézeteket hoztunk létre. Az intézmény székhelye nemrég került át Székesfehérvárról Orosházára, amelynek a városvezetés is nagy jelentőséget tulajdonít. Így még több fiatal fog itt maradni Orosházán. Ez az, azt gondolom, hogy a városvezetésnek a céljával messze menőkig azonosul, hisz az a feladatunk és az a célunk, hogy a fiatalokat itt tarthassuk, és itt tudjunk nekik képzést, illetve munkahelyet és lakást biztosítani. A felsőoktatási intézmény átminősítése a térség szempontjából is fontos lépés. A tudomány mögött van a hozzáadott értéknövelés, a hozzáadott értéknövelés mögött van a magasabb jövedelmezhetőség, a magasabb jövedelmezhetőség mögött pedig annak az ugrásszerű béremelkedése. Az egyetem vezetősége azt is közölte, hogy a képzés továbbra is a megszokott színvonalon folytatódik majd, így a hallgatók az átminősítésből szinte semmit nem érzékelnek majd. Ismét várja az érdeklődőket Pusztaföldváron a nyitott templom éjszakája. Pénteken este 6 órától színes programokkal nyitja meg kapuit az evangélikus templom, ahol koncertekkel, zenés istentisztelettel, meditációs ösvénnyel, elcsendesedési lehetőséggel és játékos meglepetésekkel várják a betérőket. Az éjszakába nyúló alkalomra a belépés ingyenes, a rendezvényt már 12. alkalommal tartják meg a településen, sőt azóta az országban több helyen is átvették a kezdeményezést. Mindenkit. A programnak pont az a célja, hogy megszólítsunk, valamit átadjunk, valami kis apró üzenetet, amiből lehet a hétköznapok során töltekezni. Akár csak egy mondatot, akár egy áldást, egy jó szót. A programokat is úgy építettük fel, hogy a legkisebbektől, 3 éves korosztálytól egészen a nyugdíjasokig bárki találhat magának ízlésének megfelelőt. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!